Üdvözlök ismételten mindenkit! Te látható majd egy MX Boxnak a mutatása. Úgy lesz itt, mint egy mini számítógép volna. Kiderül, hogy mire is képes. Most egy kicsikét le lehet szeteltetve, és most indult újra a Box. Ki lehet választani kettő módja van, Media Box, launcherja van, meg a sima Androidos rendszeré. Van ez az egér, és kiválasztom a Media Boxos verziót. És töltődött. Látni, hogy lehet hozzáadni alkalmazásokat. És nem mindenki lesz mostan próbálva rajta. Nézd ki, hogy az egeret és a tasztatúrát már felismerte. Ez a beállításoknál. Be lehet, hogy be fog jönni az alap. Google beállítások is vannak. És az interneten át connector. Itt vannak az Androidos tások. 2016-os firmware verzió volt rajta. És itt vannak ilyen retelepített alkalmazások rajta. Twitter, Facebook. Szerintem ezek fölöslegesek, hogy rajta legyenek. Nincs nagy értelme neki, mert eléggé régi a Vox, és az újabb verziókat már nem bírja el, nem lefagy. Úgy van direkt megcsinálva, egy pár verziók jó, aztán meg nem jó. Tovább voltak ilyen fórumok, lehetett rárakni más rendszereket, és attól függően, hogy milyen Vox volt, hogy lehetett rútartatni, vagy nem lehetett, ez pont az ócska verzió, amit nem lehetett rajta más rendszert rátenni. Ez a Twitter, ami úgy szintén fölösleges. És meg kell a MediaBoxon rajta lenni, azért van a az Androidos telefon, hogy egyszerűen könnyebben el lehet érni a Facebookot, meg a Twittert, mint egy boxokán. Amúgy is nem jó agyilag folyton a másikra figyelni. Jaj, mit posztolt a másik? Mit? Van ilyen Kodi rajta, Netflix. Szeretni kell érte. MX Player van rajta egy módosított Kodi. Kiderül, hogy mi is. Szóval ilyen alkalmazásokat. Van Miracast, Media Center, MX lejátszó. És ez a Kodi. Jarvis verzió. Nagy valószínűséggel nem fog indulni rajta nagyon semmi se. Úgy nézett ki, hogy nem indult el. Most négyszer rámegyek, és talán most el fog indulni. És már is indult! Vannak előre rá téve ilyenek addonok, Ororo TV, Navi, addonok,
Telepítők. Inkovatíze. Ma újabb verziók vannak. Kodi 19-es. Nem kellett volna rámenni, és egyszerűen lefogyott a box. Próbálni a vissza lehetett menni. Kodira! Ura, betöltődik! Addonok! Előre lettek rá telepítve. Genesis, Exodus, Phoenix. Nagy valószínűséggel ez az Exodus már nem él. Beszüntették. Túlságosan kalóz verzió voltak. Ez sem indul. Ha egyáltalán él még. Mondom, hogy már beszüntették. Nagyon illegális volt. Mert VPN kell hozzá. Hogy ez a része már a boxnak már fölösleges. Visszalépek. Exit. Terányítóval kell vissza menni. Házikont! És visszalépett. Mindjárt csak egy friss uraindítást. Ez ugye a legegyszerűbb, a tápkábelt kihúzod, és aztán vissza kell nyugni. Le is lesz törölve. Ha nincs neki értelme, akkor minek is legyen! Hát.
Ezt is lehet. Itt van a Voxna 2016-os 11. hónapi 14-ei, több mint 4 éves darab. Emiszkó 4.4.2-es. És most jött a Google-be belépni. Kéri, hogy létre legyen hozva egy account, megyen a név, és akkor kínaival ír, shiftet megnyomod, akkor átvált kínaira. Kínai írás jött be. Na most átment a kínai. Box 2, 2000. Box Amis. Hú, 2021. Nézzük, hogy a namlok egyáltalán jó. Bekapcsolta. És lehet, ami bérné neki. Bírom azt, hogy oké, kódot! Látszik a karakterok! És ez megíródott! Befejezés. Leventi! Jubai, szattad neki lenni?
Van, és már. Vasz milyen. Alkalmazás is legyen rajta. Betöltődik, be fog tölteni, és akkor kíván mindennapi otthoni felhasználásra, úgyhogy elég. Nem tudom, mennyi wattot teljesítményt fogyaszt el. Így tehát elektromosságot ad le, majd lemérem azt is. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!